Mindenki, aki a hidat építette, akkor abban az időben olyan hidat csinált, ami, amihez pénze volt, illetve ahogy ő azt szükt, kitalálta. Ezért aztán a csapatik vizelvezetése nem a legmegfelelőbb ezekben az utcákban kéken. Ha elérkezik az augusztus, a falu beliek mindez idáig félve kémlelték az eget, mert évek óta megérkezik az esőzés is, amely elönti az utcákat, megrongálja a kerítéseket és vízzel tölti meg adott esetben a házak szuterinjét. Amikor a vízek jönnek, akkor ahol most állunk a kerítéstől a túlsó oldalig, egyben van a víz általában. Ennek a legnagyobb okozója a bal kezemnél lévő árokrendszeren lévő hidak, amiknek az áteresztő képessége nagyon-nagyon kicsi, illetve a, a hidak nyomvonala össze-vissza van, és ezért a, a víznek szinte akadályát képezik, és egy pillanat alatt az áraból kilép ez a nagy mennyiségű csapadékvíz, és elönti az utcát. Éppen ezért pályázott a település a vízelvezető rendszer korszerűsítésére a településfejlesztési operatív programban, és nyert 126 millió forintot. Ez egyfajta értékmentés, mondta Görgyi Zoltán polgármester, hiszen azek a pályázatok pont azt a célt szolgálják, hogy az itt élők házait értékeit megmentsük. Az árokrendszer megújítása nem a végleges megoldás, hiszen a következő lépésben arra törekszik majd a település vezetése, hogy ezeket a vizeket kivezesse, a falu szélén található gyűrű területre.